Leragasztotta az Együtt a kormány kvótanépszavazós plakátjait. A Fidesz szerint ez jogellenes. Újraindul az eljárás Hiszékeny Dezső ellen. Az elsőfokú bíróság bizonyítottság hiányába mentette fel a szocialista politikust. Hazengedték a börtönből, Vizovicki Lászlót állítólag abortusszal fenyegette az ügyészséget. És eltűnhet a rádiós piacról a Klassz FM, amely korábban Simicska Lajosé volt. A médiahatóság elutasította az új tulajdonos hosszabbítási kérelmét. Köszöntöm Önöket, jó reggelt kívánok, kezdődik az ATV reggeli iradója. Jogellenes és felelőtlen magatartás, így reagált a Fidesz arra, hogy az Együtt átragasztja a kormány plakátjait, amelyek a népszavazásra buzdítanak. Ugyanakkor a kormány annak ellenére sem változtat a választási eljárási törvényen, hogy az ellenzék azt mondja, a hatályos jogszabályok diszkriminálják a külföldön dolgozó magyarok egy részét azzal, hogy nem szavazhatnak levélben, csak a külképviseleteken. Az ellenszéllel dacolva ragasztották le az Együtt politikusai a kormány egyik menekült ellenes óriás plakátját a fővárosban. Azt mondják, ez volt az első, de ugyanígy le fogják ragasztani a többi, a párt szerint hazug üzeneteket közvetítő plakátot, ezzel is arra biztatva az embereket, ne szavazzanak Európa ellen. Mi arra törekszünk, hogy minél több helyen fellépjünk ez ellen a gyűlöletkampány ellen, elutasítjuk a Fidesznek a menekült ellenes politikáját. Szerintünk szükség van kvótára, szükség van közös kiutasítási politikára, szükség van közös határőrizetre, mert csak úgy lehet a válságot csökkenteni. A kampányok leragasztása, illetve letépése jogellenes magatartás. Felelős politikus erre senkit nem biztathat. Ezt már a Fidesz frakció vezető helyettese mondta, aki hangsúlyozta. A baloldal mindent megtesz a népszavazás ellehetetlenítéséért, és továbbra sem adja fel bevándorláspárti álláspontját. Gulyás Gergely híradónk arra a kérdésére, hogy miért nem engedi a kormány a külföldön dolgozó élő magyarok számára a levélben szavazást, a hatályos választási eljárási törvényre hivatkozott. Szerintem az, ami az osztrák elnökválasztás kapcsán történt, az egyértelműen csak megerősíti azt, hogy a levélben szavazást a lehető legszűkebb területre érdemes koncentrálni, tehát ahol más megoldást nincs. A Jobbik a magyar állandó értekezlettel egyetértésben diszkriminatívnak tartja a külföldi szavazók megkülönböztetését. A párt nemzetpolitikai szakértője azt mondja, azok, akik tendenciózusan hagyják el az országot, valószínűleg később sem szavaznának egy olyan pártra, amely olyan országot épít, ahonnan menekülni kell. Tartunk tőle, hogy nem véletlenül nem engedik most az urnákhoz a népszavazás alkalmával sem a szavazókat. Ugyanis, hogyha ezt a kaput kinyitnák, akkor nyilvánvalóan az országgyűlési választásokon is nehéz lenne ezektől az emberektől megtagadni a részvételnek a lehetőségét. Az MSZP alelnöke ismételten felszólította a kormányt arra, hogy a külföldön élő magyaroknak is biztosítsa a levélben szavazás lehetőségét minden voksoláson. A magyar választási rendszer egészen biztos, hogy alkotmányellenes, sérti az egyik legfontosabb jogunkat a választások tisztasága kapcsán, egy demokratikus választás kapcsán, méghozzá az egyenlő választó jogot. Újhelyi István elmondta, aggályait nemrég levélben is jelezte a Nemzeti Választási Bizottság elnökének, ám Patyi András válasza szerint nem lát kivetnivalót a szavazás lebonyolításában. Újraindul az eljárás Hiszékeny Dezső ellen. Az elsőfokú bíróság bizonyítottság hiányában felmentette a szocialista politikust, a főügyészség azonban fellebbezett. Hiszékeny Dezsőt korábban azzal vádolták, hogy 3 éve kenőpénzt kért egy vállalkozótól egy önkormányzati ingatlan bérleti jogának átadásáért. Egyébként újraindul Hunvald György, volt erzsébetvárosi polgármester pere, és ősszel kezdődik Simon Gábor, az MSZP egykori elnökhelyettesének pere is. Ellen a 2014-es választási kampány idején indult eljárás. Az állami erdészeteknél történt visszaélések feltárása után feljelentést tett a kormányzati ellenőrzési hivatal, értesült a Népszabadság. A lap információi szerint lopás, csalás és hűtlenkezelés gyanúja is felmerült a 6 vizsgált erdészetnél. A felesleges kiadásokból és a rossz gazdálkodás miatt elmaradt bevételekből származó kár megközelítheti a 1,5 milliárd forintot. Lázár János néhány hónapja jelentette ki, hogy szétlopták az állami gazdaságokat. A miniszterelnökséget vezető miniszter mind a 22 társaság kehi átvilágítását elrendelte. A többi erdészet vizsgálata még zajlik, de állítólag a kehi ott is komoly problémákat észlelt.
Elhagyta a börtönt a súlyos bűncselekményekkel megvádolt Vizovicki László. A fővárosi ítélőtábla közleményben tudatta, hogy a negyedmilliárdos óvadékot egy összegben tették le érte, így teljesültek a házi őrizet feltételei. Közben az Index megírta, hogy Vizovicki korábban születendő gyermeke életére hivatkozva próbált nyomást gyakorolni az ügyészségre. Állítólag levelében azt írta, vagy kiengedik, vagy párjával kénytelenek lesznek meggyilkolni a magzatot. Az Index úgy tudja, a gyermek végül megszületett, de azt nem tudni, hogy az ügyészség belemente az alkuba. Hak Péter jogász szerint nagyon nagy a bizalmi válság az igazságszolgáltatáson belül, ezért előfordulhat, hogy az ügyészség érdekből belement a játszmákba. A meggyőződésem, hogy a rendőrök is, akik ezeket az adatokat odaadják a Jobbiknak, meg odaadják a baloldali újságíróknak, ők azért teszik ezt, hogy ellehetetlenítsék azokat a terveket, amelyek az valószínűleg az ő meggyőződésük szerint ilyen a politikusok kimentésére irányul. Megint egyre több hitelt veszünk fel, de a hitelezés mértéke még messze elmarad a válság előtti szinttől. Van olyan szakértő, aki szerint érdemben nem is nőtt az eladósodottság, legfeljebb nem csökken tovább. A lakások Európában nálunk drágultak a legjobban, és ez a trend a szakértő szerint valószínűleg még folytatódik. Tavaly már másfélszer annyi új lakást lehetett eladni, mint a válság előtt. Az emberek évente 5-600 milliárd forint hitelt vesznek fel lakásvásárlásra, de ennek az egészséges mértéke a szakértők szerint 6-700 milliárd forint körül van. Valóban elkezdődött a magyar lakosságnak az eladósodása, ahhoz a szinthez képest mindenképpen, amit a válság évei alatt láthattunk. Ugyanakkor még messze van attól a szinttől, hogy egészségtelennek nevezzük ezt az eladósodást. A keresletet növeli az alacsony 4-4,5%-os kamat és kisebb mértékben a családi otthonteremtési kedvezmény is. A szakértő szerint a teljes lakossági hiteltartozás a válság előtti időszakhoz képest 6%-kal esett vissza. A banki hitelek felvételét a Magyar Nemzeti Bankhoz szigorú feltételekhez köti, de a fogyasztási hiteleknél nincs komoly korlát. Bokros Lajos ezért a magas kamatok miatt inkább itt lát veszélyt az eladósodásra. Én azt tudom tanácsolni minden állampolgárnak, hogy nagyon-nagyon óvatosan bánjon ezekkel a hitelekkel, és nagyon kis mértékben adósodjon el, mert soha nem lehet tudni, mikor kerül olyan helyzetbe, hogy elveszíti a munkáját, vagy éppen egészségkárosodást szenved, és a jövedelme nem lesz elég ahhoz, hogy ezeket a hiteleket visszafizesse. A Gazdaságkutató Intézet elnöke szerint, bár a lakossági hitelfelvétel nő, a kedvezmény ellenére nincs jelentős változás a hitelezéseknél a lakáspiacon. De azért tudni kell, hogy az elmúlt években 3000 milliárd forinttal csökkent a lakosság adósságállománya, és most ebben az elmúlt hónapokban pedig nőtt 1-2 milliárddal. Tehát itt olyan változásról van egyelőre szó, ami még nem egy érdemi új folyamat. Annyi történt, megtörtént, hogy most már azért legalább nem csökkent tovább. Ez a tendencia a következő években Vértes András szerint felgyorsul, de még messze vagyunk egy normális egyensúlyi helyzettől. Eltűnhet a rádiós piacról a Klassz FM, miután a médiahatóság elutasította a tulajdonos frekvencia hosszabbítási kérelmét. A 7 évre kiadott engedély novemberben jár le. A rádiót üzemeltető társaság a közelmúltig Simicska Lajos érdekeltségébe tartozott. Nemrég adták el. A törvény szerint az engedélyt egyszer meg lehetne hosszabbítani további 5 évvel, de a média tanács nem kíván élni ezzel a lehetőséggel. Indoklásuk szerint egy bővülő vételkörzetű új szolgáltatásra írnak majd ki pályázatot, amin elindulhat a mostani üzemeltető is. A társaság előbb megvizsgálja az írásos indoklást, és azután döntenek arról, hogy fellebeznek-e. Csintalan Sándort nem lepte meg, hogy elutasították a Klassz FM új tulajdonosának frekvencia kérelmét. Simicska Lajos médiabirodalmának munkatársa a Nap Híre című műsorunkban elmondta, hogy nem ismeri a vevő szándékait, de biztos benne, hogy az amerikai vállalkozó tudta, mit csinál, amikor megvásárolta a rádiót. Én még nem voltam ilyen helyzetben, sose volt ennyi pénzem, és valószínűleg sajnos már nem is lesz, hogy vegyek egy ilyen rádiót. Nincs egy ilyen tapasztalati hátterem, nem tudom, hogy kivel, mit tárgyalt, mit lobbizott, milyen lobby ereje van ennek az embernek, mert nyilván ez ehhez kell. Innen a Táborhegyi útról, ebből a székből én túl sok esélyt nem adnék neki, ismerve a mai magyar viszonyokat. Riadóláncot indítottak a ligetvédők, ugyanis megkezdődött a fák kivágása a volt Vidámpark területén.
A terület új gazdája, az állatkert 7 fa kivágására kapott engedélyt, miután több szakértő úgy nyilatkozott, hogy azok nem élnék túl az áttelepítést. Reggel több mint 30 tiltakozó gyűlt össze az építkezés mellett, és követelték, hogy magyarázzák meg, miért is vágják ki a szerintük egészséges fákat. A rendőröknek mutatja ez a ligetvédő, hogy az állatkertben melyik fát vágták ki, szerintük feleslegesen. Amikor az aktivisták arról értesültek, hogy a közelben ránc fűrész hangját hallani, azonnal beindult a riadólánc. Ilyen információkat adtak ki, hogy átültetni fognak fákat, és maximum beteg fákat fognak kivágni. Most én nem vagyok faszakértő, de az alapján, a csonk alapján és a fadarabok alapján azt mondom, nekem nem tűnik egy beteg fának. A ligetvédők szerint ez a fa, amit reggel vágtak ki, teljesen egészséges volt, és a kivágás helyett az átültetést kellett volna választani. De nem ez történt. Közben egy 30 fős tömeg gyűlt össze az egykori vidámpart területe mellett. Tisztázni szerették volna, hogy miért is vágták ki a fákat. Tulajdonképpen mi is van, semmit nem tudunk. Az állatkert szóvivője közben érdeklődve nézte, hogy miért is gyűlt itt össze ennyi ember. Most ebben a 3 éves időszakban, amikor az átépítések tartanak, itt is igyekszünk mindent rendbehozni, tehát arra lehet számítani, hogy itt majd, amikor elkészülnek az új dolgok, akkor egy teljesen újjászületett park lesz ebben. Ugye ebben persze vannak sajnos olyan fák, amiket ki kell vágni, de ebben a körben ismert lehet, hogy minden olyan esetben, amikor lehet, akkor a helyén hagyjuk a fákat, amikor pedig ez nem lehet, akkor az az elsődleges, hogy igyekszünk a fákat átültetni. A szóvivő szerint összesen 7 fa kivágására kaptak jogerős végzést. Ezeket a fákat az engedélyezés előtt több szakértő is megvizsgálta, és megállapították, hogy nem érdemes őket átültetni. A több mint 2 órás megbeszélés után abban maradtak, hogy az állatkert vezetői válaszolnak majd a ligetvédők kérdéseire, és ha kérik, az aktivisták képviselői saját szemükkel is meggyőződhetnek az építkezésen arról, hogy a kivágásra ítélt fák valóban nem élnék túl az áttelepítést. Fenyegető üzenetet küldött az iszlám állam Vlagyimir Putyinnak. Azt üzenték, hogy idézem, elmegyünk Oroszországba és az otthonaitokban gyilkolunk meg titeket. Az iszlamista terrorszervezet arra szólította fel híveit, hogy hajtsanak végre robbantásos merényleteket Oroszországban. Moszkva tavaly szeptember óta harcol Szíriában, Bashar el-Assad oldalán, és sokszor az iszlám állam állásai ellen is. A Kreml úgy reagált, tovább folytatják a harcot a nemzetközi terrorizmus ellen. Lelőttek egy orosz helikoptert Szíriában. Moszkva szerint ezt lázadó fegyveresek tették. A helikopteren 5 voltak, 2 katona és a személyzet 3 tagja. A tragédiát senki nem élte túl. Az orosz védelmi minisztérium szerint a helikopter humanitárius segélyt szállított az ostromlott Aleppóba. A földről indított lövedék akkor találta el a gépet, amikor éppen visszatért volna a támaszpontra. Lázadók közben olyan videókat töltöttek fel az internetre, amelyeken Allah Akbar kiáltások közben brutálisan meggyalázzák az orosz katonák holttestét. Letartóztatták azt a 11 katonát, akik a török elnököt akarták elfogni a puccskísérlet éjszakáján. Közben az ország külügyminisztere azt mondta, valószínűleg népszavazáson döntik el, hogy visszaállítsák-e a halálbüntetést az országban. Kölnben több 10 000 vonultak utcára, hogy kifejezzék szimpátiájukat Erdoğan mellett. A német rendőrség óriási erőkkel biztosította a felvonulást, mert ahogy arra számítani lehetett, sok ellentüntető is megjelent. A szervezők azt szerették volna, hogy Erdoğan videóüzenetben szóljon a tüntetőkhöz. A német alkotmánybíróság ezt azonban megtiltotta. A török elnök szóvivője elfogadhatatlannak nevezte a döntést. Plágium miatt megfosztották jogász doktori címétől Viktor Ponta volt román kormányfőt. A román oktatási miniszter rendeletben döntött a cím visszavonásáról. A döntést már június végén meghozták, de Ponta fellebbezett, ezt azonban elutasították. Az oktatási miniszter mostani döntése egy 4 éve húzódó politikai botrány végére tesz pontot, Ponta ugyanis nem ismerte el a plágium vádat. Több embert is kiraboltak Rióban, a hatalmas hullámok miatt pedig a vitorlás rakodó összeomlott. Míg sokan a Zika vírustól tartanak, addig mások a belpolitikai káosz miatt aggódnak. Az ünnepi hangulat ellenére többen óvatosan várják a hétvégén kezdődő olimpiát a brazil nagyvárosban. Már csak napok vannak hátra az 5 karikás játékok kezdetéig. Egy csapat hegymászó úgy ünnepelt például, hogy egy hídról lelógva saját magukból formálták ki az olimpiai karikákat. Az óriási formációval a hegymászók Guinness rekordot szeretnének dönteni.
Nincs azonban mindenhol ennyire jó hangulat. Több száz brazil tüntető vonult utcára, akik azt követelik, vonják felelősségre a korrupcióval vádolt, felfüggesztett államfőt. Új kezdetre van szükségünk. A brazil politika teljes katasztrófa. El kell takarítanunk a szemetet, hogy tiszta lappal indíthassunk, mondja ez a tüntető. Ez a káosz jól jellemzi az országban uralkodó állapotokat. Elemzők szerint Brazília jelenleg története egyik legnagyobb politikai és gazdasági válságán megy keresztül. Ráadásul mélyen a zsebükbe kellett nyúlniuk ahhoz, hogy Rio de Janeiro-t felkészítsék a rendezvényre. Eddig közel 3200 milliárd forintnak megfelelő összeget költöttek az olimpiára. Ennek ellenére a helyszínre érkező sportolók rendszeresen a hiányosságokról számolnak be. Nem elég, hogy rengeteg probléma volt a szállásokkal kapcsolatban. Az erős hullámok miatt összeomlott a vitorlás rakodó, és több televíziós felszerelés is megrongálódott. A szervezők azt ígérik, péntekig mindent helyreállítanak. Szerintem a város még egyáltalán nem áll készen az olimpiára, de nagyon szeretem, mert gyönyörű. Nekünk eddig semmilyen problémánk nem akadt, mondja ez az argentin turista. Nagy gondot jelent a rossz közbiztonság is. Kirabolták az ausztrál sportolókat egy tűzriadó alatt. Egy kínai olimpikont pedig a szállodai bejelentkezése során fosztottak ki. Sokan aggódnak a higiénia és az egészségügy miatt is. A város egészségügyi titkára a Zika vírussal kapcsolatban azonban azt mondta, nincs ok az aggodalomra. Az eddigi jelentések szerint a vírus nem jelent veszélyt az eseményre érkezők számára. Visszalépett azonban a versenyzésről a londoni olimpián győztes teniszező testvérpár. Bob és Mike Bryan közleményben üzente, hogy a Zika vírus miatt el sem utaznak a játékokra. Az ATV híradójában többször is jelentkezünk majd az olimpia helyszínéről. 70 éves a forint. Annak idején azért vezették be a régi új fizetőeszközt, hogy megfékezzék a II. Világháború utáni hiperinflációt. Az évfordulóról most időszaki kiállítással és emlékérmék kibocsátásával emlékezett meg a Nemzeti Bank. Születésnapi tortát és a történetéről szóló időszaki kiállítást kapott születésnapjára a 70 éves forint. 1946. augusztus 1-én bocsátották ki a Károly Róbert idején egyszer már létezett fizetőeszközt. A Nemzeti Bank alelnöke szerint az európai valuták közül csak az angol font ért meg ilyen hosszú kort. Valóban életünk mindennapjainak része, ilyen népszerű még mindig, és hajlott kora ellenére látom, még mindig sokan szeretik. Kedvelik, de nem becézik. A bélás, mallér, kiló, lepedő kifejezések szinte már kimentek a divatból. A bélás a 2 forintos érmével együtt távozott. A 10-es maradt, de a malőr szóból származó mallért már senki nem használja. Ugye a sittesek, tehát a börtönviselt emberek, mit hívtak mallőrnek, vagy kicsit módosítva mallérnak, a magas börtönbüntetést, a 10 évet. Az évfordulóra a Nemzeti Bank 10 000 és 2 000 forintos emlékérmét és 50 forintos forgalomba kerülő érmét bocsátott ki. Kósa István, a pénzverő ZRT korábbi vésnöke tervezte. Ennek a szakmának a lényege az, hogy nagyon szeresse az ember, amit csinál, legyen hozzá kézügyesség és kreativitása. Az emlékérmék törvényes fizetőeszközök. Egyre többen gyűjtik itthon, ahogy a régi pénzeket is. Aki például 1967-ben félretett egy 10 fillérest, az most 15-20 ezer forintot is kaphat érte. De csak a 67-esért. Abban az évben ugyanis csak 5 ezer darab került belőle forgalomba. Korábban és később ennél jóval több. A kiállítás a Corvinus Egyetemen tekinthető meg szeptember végéig. Eddig a híradó, most köszönöm figyelmüket, de nem sokára jövünk újra majd, 7 órakor friss hírekkel, addig is a viszontlátásra, legyen szép a napjuk.